Sziasztok, Kati vagyok, és az ehét állata egy mindenki által ismert kutyaféle ragadozva, aki az egész világon elterjedt, mindenki ismeri. Van, aki tart tőle, van, akinek a kedvence, ő pedig a kutya. Ő itt egyébként Hümér, a vadasparki kutyánk, ő egy ilyen játszóteri keverék kategória, de igazából a belgiumi székhelyű Nemzetközi Kinológiai Szövetség jelenleg 330 körüli kutyafajtát tart számon. Jól mondtam? 335. Ebből a 335 kutyafajtából 9 magyar kutyafajta van, ez pedig a komondor, a kuvasz, a budi, a pumi, a budi, a magyar vizsla, a rocsőrű magyar vizsla, az erdélyi kopó és a magyar agár. Köszönöm! A legújabb DNS vizsgálatok alapján a farkasnak egy mára már kihalt alfajának a domestikációjával háziasítása alakult ki a ma élő kutya. Ez a háziasítás és szelektív tenyésztés olyan jól sikerült, hogy jelenleg a Földön nincs ilyen faj, ami ilyen hihetetlen sokszínű lenne. Különböző méretektől, a különböző színig, a szőrhosszúságon át, a testnagyságig, nagyon sokféle van. Van, aki még legyet is eszik. Erre a sokszínűségre remek példa, hogy 2011-ben a Guinness Rekordok könyvében a legmagasabb kutya, a Zeus nevű Dán Dog volt 1,12 méter magasságával, vele szemben pedig Cupcake, egy kicsi vava pedig 2012-ben összesen 15 cm volt. A kutyák elképesztő állatok, nagyon sok fantasztikus képessége rendelkeznek, például közismert, hogy nagyon jó a szaglásuk, hát ebben segíti őket, hogy körülbelül 300 millió szaglóreceptor található az órukban, ezzel szemben az ember órában ilyen 5 millió. Sokáig azt feltételezték, hogy a kutyák fekete-fehérben látnak, és esetleg a szürkének különböző árnyalatait, mára már az is kiderült, hogy a sárgának és a kéknek különböző árnyalatait is meg tudják különböztetni, úgyhogy bár nem látnak ugyanúgy színeket, mint mi emberek, de azért nagyon szépen meg tudják ezeket különböztetni. Jó, neki.